dolgunk az, hogy ezt a gyönyörű, szép templomot, amit megörököltünk a kedves testvérek jóvoltából, az utókor számára meg tudjuk menteni, mert ez egy számunkra rendkívül fontos dolog. Jó magamról annyit, hogy én szegedi születésű vagyok, az egyik kedves nővér, az Etelka, az nekem nagynéném volt. Így alakult ki a kapcsolat férjemmel, és házasság révén kerültem én ide Kismányokra, már nagyon régen, 52 évvel ezelőtt. Mikor nyugdíjba kerültem, akkor a kedves nővérek közül már csak az egyik élt, és a másiknak nagyon nagy szüksége volt a segítségre. A család folyamatosan kapcsolatban volt a kedves nővérekkel, nagyon szoros kapcsolatok, szinte családi volt közöttünk a kapcsolat, és így természetes volt, hogy besegítünk nekik ezekbe a templom körüli teendőkbe. Így kerültem én nyugdíjasként, még aktívabbként ide a templomba, illetve a templom környékére. Ez a templom a kedves nővéreknek, Sperber Annának és Csillag Etelkának köszönhető. Ő, ez a falu, annak idején egy sváb település volt. A székelyeket, mikor betelepítették, azok viszont katolikusok voltak. Itt nem volt templom a katolikusoknak, nagymányokról egy Németországban élő sváb ember, Lajt Ádám, ő nagyon sokat járta a testvérekhez, és mikor meglátta ezeket a székely faragásokat ott a templomba, ő azt mondta a testvéreknek, hogy ennek egy templomot kell építeni. Mégpedig a svábok kitelepítésének és a székelyek betelepítésének a megbékélésére. Ez egy nagyon-nagyon szép gondolat, gesztus volt, mert bizony nem volt mindegy azoknak se, akiket kitelepítettek innen a faluból, meg azoknak se, akiket ide betelepítettek a faluba. Ugye nagyon sokáig éltek úgy, hogy a házba az egyik felében még a német ajkúak értek, másik felében már a betelepített székely emberek. És a testvéreknek mondta, hogy hát ennek kell egy templom. A testvérek felkarolták ezt a gondolatot, de hát abban az időszakban, a 80-as években még nem arról volt híres Magyarország, hogy templomokat épít. Ádám kitalálta, hogy ő az adományként Németországba összegyűjtött pénzből ő építőanyagot vesz, és kamionokkal behozza ide Kismányokra, Magyarországra, és abból induljon el a templom építés. Ez így is volt, férjem a kivitelezésben rengeteget segített, az kőműveseknek a fedezetet, pénzügyi fedezetet a testvéreknek volt Svájcba, rendtársaik, a Mária nővérek, azt ők gyűjtötték Svájcba. Abból ment a kőműveseknek a pénzügyi fedezet. A segédmunkát a falu állta, és a falu asszonyai főzték minden nap az embereknek az ebédet. A Gáspár Pista bácsi Majoson pedig folyamatosan faragott, akkor készültek el a padok, akkor készült el itt a székelykapu, itt a fejem fölött, a hátsó oltár, egy csomó minden, a Máriának ott hátul a tér, ahova majd ő kerül, úgyhogy folyamatosan ment a munka. 89. október 8-án szentelték fel a templomot Cserháti püspök úr magyarok nagyasszonyának ajánlva, a Mária szobor. A Mária szobrot Hadigfalvi templomból hozták magukkal, amikor onnan jöttek el. A férjem nagyapja ment vissza a szoboré, akkor először Bácskába éltek egy ideig,
de onnan menekülniük kellett, tovább kellett jönni szinte egyik percről a másikra, ahogy hallottam anyósoméktól, és a szobor ott maradt. És amikor ide kerültek Kismányokra már, most visszakanyarodtam ugye a templom építéstől a szoborhoz, akkor a férjem édesapja, Orbán Lőrinc, az ment vissza egy lóval, kocsiszekkérrel Bácskába, ezért a szoborért. Ő tudta, hogy hol van, és elhozta magával. Amikor jött, Bajánál nem volt híd, mert ugye háború után felrobbantották, ott állt az orosz katona gépfegyverrel, és kérdezte aposomat, hogy mit visz. Az meg mondta szégyellyesen, hogy Máriacskát. És látták a kocsik derékba letakarva, azt gondolták, hogy az egy ember, emberi test van ott bent, és mikor kitakarta az orosz katona, meglátta, keresztet vetett, és azt mondta aposomnak, hogy davaj, davaj. Az eredeti orgonánkat Lajt Ádámék hozták Németországból. Csak hát az már 30 év után annyira tönkrement, és olyan sokba került volna a felújítása, hogy gondoskodni kellett a megoldáson. Mivel, hogy nagyon pici egyházközség vagyunk, mi nem tudunk olyan óriási nagy pályázatokat benyújtani, illetve a maga a jövedelmünk se olyan sok, ezért a Péter gondolt egyet, és ő ezt a problémát megoldotta. Tönkrement az elektromos orgonánk, és elkezdtem digitális technológiák után kutatni az interneten, és így találtam rá Orgonam nevű cégre, akik virtuális hangszerek gyártásával foglalkoznak. Saját tervezett programjuk van, amelynek megvettem a licenszét, és így kezdtem el foglalkozni a rendszerrel. És vettünk hozzá 2 manuált, 1 pedált, és ezt így tettük össze, vagy így raktuk össze, és digitális hangképek szólalnak meg tulajdonképpen ebben a rendszerben, tehát nem sípok, hanem digitális hangképek, és a billentyűzetek segítségével jelet küld a rendszer a számítógépnek, ami az előre betáplált hangot a hangfalakon keresztül továbbítja. Tulajdonképpen ez a rendszer lényege. A kedves testvérnek a legtöbb, amit ő hozott szokásban, azt én úgy gondolom, és próbálom továbbvinni.